Ez az a téma, ami valamilyen szempontból minden embert érint, és ami majdnem mindenkit érdekel. A hozzám bejelentkezők 80%-a is rögtön erre tér rá, és az az első vagy a második kérdésük, hogy de mi lesz a kapcsolatukkal. Nagyon sokan próbálnak azért tenni, hogy harmonikus párkapcsolatban éljenek, élhessenek, és ha már benne vannak egy-egy ilyen interakcióban, akkor az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet működtetni jól, hogyan lehet kiegyensúlyozottan élni. Az biztos, hogy nagyon sok problémánk van ezzel a területtel, hát ugye én is ezt látom, ezt tapasztalom, egyrészt a saját bőrömön is, és ahogyan mondtam, szerintem nagyon kevés ember az, aki igazán boldog, kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatban tudja leélni az életét. Szerintem nagyon sok ilyen próbálkozásunk van életünk során, és lehet, hogy csak később, már egy picit idősebb korunkban érjük el azt, hogy egyrészt megtaláljuk az igazit, másrészt pedig ezt a fajta kapcsolatot meg is tudjuk tartani, és harmonikusan tudjuk működtetni. Ugye láthatjátok azt, hogy a mai előadásnak az a címe, hogy párkapcsolat vagy párkapcsolat. Azért adtam ezt a címet, mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy az ember párkapcsolatban él, vagy párkapcsolatban. Ma egy kicsit ezt fogjuk boncolgatni, de az is lehet, hogy nagyon. Bár igaz, hogy én már nagyon sok előadást készítettem erről, az androgűn kutatásról, az ikertudati egységről, az analógia kutatásról, és évek óta azt vizsgálom, hogy hogyan lehet igazi egységet kialakítani, hogyan lehet ezt megteremteni egy másik emberrel, és nem csak úgy, hogy mi belül egyedül ezt kialakítjuk, mert hát tudjuk, hogy ez így sokkal könnyebb. Amikor már egy másik emberről van szó, akkor ugye mindig össze kell egyeztetni valamit, vagy nagyon sok mindent, és ilyenkor lehetnek félre siklások, félre csúszások. Szerintem az lenne a legfontosabb, hogy erről tanuljunk, hiszen sem az iskolában, sem az óvodában, sem sehol nem azt tanították, hogy hogyan tudjunk kiegyezni egy másik emberrel, hogy ne az egónk működjön, hanem valami más. Nem tanítottak meg bennünket harmonikusan együtt élni, úgy unblock a társadalomban sem, vagy a társadalommal sem, pedig szerintem mindennek ez lenne az alapja, hiszen társas lények vagyunk, társadalomban élünk, itt vagyunk rengeteg ember között, és fontos lenne, hogy be tudjunk illeszkedni, és hogy együtt tudjunk működni. Szerintem magáról az együttműködésről is lehetne tanulni, akár évekig is, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogyan veszünk részt bizonyos interakciókban. Bár mondjuk, aki tanult például társadalomtudományt, mint ahogyan én is a főiskolán, az biztosan tudja, hogy most miről beszélek. Szerintem a szociológia, mint olyan, az rettenetesen fontos. Fontos lenne, hogy évekig arról tanuljunk, hogy hogyan tudunk jól együttműködni a világban, és hogy lássuk meg azt, hogy milyen viszonyok vannak. Mert ugye nagyon sokan nem nyitnak, és csak a házuk táján kapirgálnak, de nem veszik észre azt, hogy milyen interakciók, viszonyok működnek a világban. Szerintem ehhez nagyon sok mindent kellene igazítani, de főleg a bensőnket, és a mai világ egyébként is azt kéri tőlünk, hogy sokkal nyitottabban éljünk, sokkal humánusabbak legyünk, és elfogadóbbak. Szerintem ezt az elfogadást is kellene tanulni, egy-egy kapcsolat során, illetve hát az összes kapcsolat során, de amikor az ember benne él mondjuk egy párkapcsolatban, nagyon fontos lenne, hogy ne akarjuk ráerőltetni az érzéseinket, a gondolatainkat egy másik emberre, jelen esetben arra, akivel egy térben foglalunk helyet, és akivel valamilyen szempontból megosztjuk az életünket, mert szerintem ebből van a legtöbb probléma. A mai
adás ajánlója úgy hangzik, hogy a legtöbb ember nem az igazi párjával él együtt, és van egy kérdőjel, tehát meg is kérdezhetném azt, hogy szerintetek a legtöbb ember az igazi párjával él együtt, avagy nem? Hát én úgy gondolom, hogy nem. És hogyha az ember figyel, kutat és elemez, és nagyon sok másik emberrel találkozik, akkor rájön arra, hogy ez az állítás lehet igaz, hiszen nagyon sok a probléma, és nagyon sokan azért, vagy arra panaszkodnak, hogy ők igazából csak megalkusznak egy kapcsolatban, és ezek a megalkuvások tartják fent ezeket az interakciókat. És nagyon sokan átsingóznak egy sokkal boldogabb kapcsolat iránt, de fogalmuk sincs arról, hogy ezt hogyan lehetne kialakítani. Hát ez a mai adás erről fog szólni, és arról, hogy én kimondjak olyan dolgokat, amelyeket nagyon kevesen mondanak ki, vagy ritkán. Szerintem fontos lenne, hogy ne csak mindig ezt a habos-babos oldalát mutassuk meg ennek az egész történetnek, hanem igenis beszéljünk őszintén, és mondjunk el olyan tényezőket is, amelyek nem feltétlenül pozitívak, illetve próbáljunk meg ezeken változtatni, és próbáljunk meg mindent a pozitív irányba befordítani. Hát én úgy gondolom, hogy ezért jöttünk ide, mert mindennek megvan a másik oldala is, ugyanúgy a kapcsolatainknak is. Tehát lehet harmonikus kapcsolatban élni, és ugye itt nem csak a párkapcsolatokra gondolok, hanem úgy ámblók arra, hogy az ember, amikor mondjuk kimegy az utcára, vagy részt vesz bármilyen eseményen, tehát ahol nem csak egyedül van, hogy akkor hogyan viselkedjem, és hogyan próbáljam meg azt elfogadni, hogy itt rajta kívül nagyon sokan vannak, és hogy nem mindenki úgy gondolkodik, ahogy a nő. Ahogyan mondtam, szerintem ebből van a legtöbb probléma, hogy úgy általában nem tudjuk elfogadni, vagy nagyon sokan nem tudják elfogadni azt, hogy nem mindenki egyforma. Természetesen vannak dolgok, amelyekben nyilván egyek vagyunk, én ezt mindig hangsúlyozom, hiszen mindannyian emberi bőrben élünk. Emberi testekben foglalunk helyet. De hát azért azt is láthatjuk, hogy mindenki más szinten tart, vagy más utat jár be, és szerintem pontosan ezeket az utakat kellene tiszteletben tartani, azt, hogy valaki még az út elején jár, valaki már egy picit előrébb haladottabb állapotban van, és vannak olyanok is, akik már egy nagyon kőkemény kaminót jártak be, és nyilván nekik sokkal több tapasztalatuk van. Hát én is ezekről a tapasztalatokról szeretnék beszélni, hiszen van egy nagyon erős utam, van egy nagyon erős kaminom, ami tapasztalatokkal teli. Kezdjük onnan, hogy amikor az ember még fiatal, vagy fiatalabb, mondjuk 10 éves, vagy 20 éves, akkor szerintem teljesen másképpen tudja elképzelni a jövőjét, az életét, mint amit tulajdonképpen később élünk. Szerintem, amikor az ember már olyan 40 körül jár, vagy 50 éves, akkor rájön arra, hogy nagyon sok olyan dolog nem valósul meg, vagy nem valósult meg, amit mondjuk annó elképzeltünk. Hát természetesen én is úgy voltam ezzel, még fiatalon, mondjuk 10 évesen, hogy majd én 20 évesen megtalálom az igazit, és boldog kapcsolatban fogunk élni, és minden nagyon szép lesz, rózsaszín és happy. De rá kellett jönnöm arra, és ezt nagyon-nagyon sokszor elmondom, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem mindenkinek a feladata. Az feladatunk, hogy normálisan együttműködjünk a többiekkel, szépen tudjunk élni, hogy egy-egy interakcióban harmonikusan legyünk, és ne hágjunk ki, normális tagjai legyünk ennek a társadalomnak, de szerintem nem kell mindenáron kapcsolatokban élni, párkapcsolatokban sem, hanem azt kell megnézni, hogy kinek mi az egyéni feladata, és hogy közösen mondjuk milyen utat járunk be. Én azt látom egyébként, és szerintem ez tipikus probléma, főleg a nők körében, hogy a legtöbb nő úgy gondolja, hogy mivel ő női testben született, ezért neki kötelező gyermeket szülnie és férjhez mennie. Nem, nem kötelező. Ez sehol nincs előírva, ez sehol sincsen kőbevésve és lefektetve, hogy neked minden áron gyermekeket kell világra hoznod, és családi létben kell élned. Nagyon-nagyon sok olyan ember van, és ugye nem csak a nőkről beszélünk, hiszen hát ahhoz, hogy egy gyermek létrejöjjön, megszülessen, ahhoz természetesen kell egy férfi is. Tehát nem minden nőnek és nem minden férfinek van családja. Vannak, akik tökéletes utat járnak be,
házasság nélkül is, vagy gyermekvállalás nélkül is. Ugye erről nagyon kevesen, illetve nem mondom, hogy kevesen beszélnek, mert szerintem most már egyre többen beszélnek, és egyébként én utána néztem annak, hogy például milyen hírességek azok, vagy kik azok, akik felvállalták azt, hogy ők például nem szeretnének saját családot. És nagyon sokan nem is akarnak például párkapcsolatot, vagy párkapcsolatban benne élni. Nekik tökéletesen jó egyedül, vagy olyan barátokkal, vagy olyan ismerősökkel, vagy kollégákkal való interakcióban élni, együttműködni, ami ugyanúgy megadhatja azokat az érzéseket, amelyeket ugye az emberek általában egy kapcsolattól várnak. Én több száz emberrel konzultáltam az elmúlt néhány év alatt, előtte pedig több ezer interjút készítettem az elmúlt mondjuk 10-15 év során. Nagyon sok tapasztalatom van, és természetesen én is nagyon sok kapcsolatban vettem részt. Mondjuk úgy, hogy van egy ilyen 20 éves tapasztalatom, egy ilyen bejárt utam, és nagyon-nagyon sokat figyeltem, nagyon sokat vizsgálódtam, kutattam, elemeztem. Emellett ugye hát 15 évet tanulok, és tanultam társadalomtudományt is a főiskolán, tehát elég jó rálátásom van azért már ezekre a dolgokra. És nekem az a tapasztalatom, ahogyan mondtam, hogy a legtöbb ember egy másik embertől várja a boldogságát. És ezt ugye rögtön rávetítik arra, hogy ezt csak párkapcsolatban érhetik el. Én nagyon sok embernek el szoktam mondani, hogy nem feltétlenül kell párkapcsolatban élni, egyrészt, másrészt pedig nagyon kevés ember találja meg az igazi párját. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy most például a párjukkal élnek együtt, de hát mit jelent az a szó, hogy pár? Azért, mert valakivel együtt élsz egy lakásban, és megosztotok bizonyos dolgokat, az még nem jelenti, hogy ő az igazi párod. Igazi párból csak egy van. Az összes többi állomás, az összes többi stáció, és valamire tanítanak. Tulajdonképpen lépcsőfokok azért, hogy az ember elérje a ténylegest, ha ez a feladata. De ez sem kötelező. Tehát itt nagyon sokféle más alternatíva is megtalálható, és nem feltétlenül kell mindenkinek párkapcsolatokba, vagy bizonyos kapcsolatokba bele tuszkolnia önmagát, nem kell mindenáron mindig valakivel együtt élni. Én nagyon sok embernek azt szoktam javasolni, hogy próbálják meg azt most, hogy milyen egyedül élni. És mondjuk éljenek egyedül néhány évet először, és próbálják meg azt, hogy ez milyen. Aztán szerintem, amikor az ember rákap ennek az ízére, akkor fogja látni azt, és felnőtté válik ebben a dologban, hogy ilyenkor az ember szerintem sokkal jobban ki tud teljesedni, ki tud bontakozni, mint mondjuk egy olyan kapcsolatban, aminek nincs semmi értelme. Mert valljuk be őszintén, hogy rengeteg olyan kapcsolatunk volt, amelyeknek nem igazán láttuk a foganatját. Lehet, hogy nagyon sok mindenre megtanítottak, hát akkor, hogyha mi észreveszünk azt, hogy ezekből a kapcsolatokból tanulnunk kellett, de egyébként érezhetjük azt is, hogy ezek olyan meddő ügyek. És szerintem nagyon sok ilyen meddő ügy van az életünkben. De én úgy gondolom, hogy ez főleg abból fakad, hogy nagyon sok ember elvár. Elvár egy kapcsolatban, és egy kapcsolattól olyan dolgokat, amelyek nincsenek benne. Szerintem sokkal tudatosabban kellene élni, szemlélni és gondolkodni egy kapcsolatban is. Hát ugye az a jellemző, hogy amikor az ember mondjuk szerelmes, akkor elveszti a fejét, és nem tud gondolkodni. Ilyenkor szerintem nagyon sokan ösztönből cselekednek, és szerintem ez baj. Mert hogyha te ösztönből cselekszel, és nem tudatosítod ezt az egészet, és nem vizsgálod meg, hogy te milyen kapcsolatban élsz, hogy milyen a másik, hogy te milyen vagy mellette, hogy biztos, hogy ez az, amit keresel, biztos, hogy olyan sok közös pont van, amit titeket össze tud tartani, hogy mivé válhat ez a kapcsolat. Ugye nagyon sokszor csak ilyen illúziókat generálunk és gyártunk, és belevetítünk olyan dolgokat egy kapcsolatba, ami nincsen. Ami csak a te kis fejecskédben létezik, de lehet, hogy a másik soha az életben nem fogalmazta ezt meg. Szóval szerintem nagyon nagy hiba az, amikor az ember belekerül egy ilyen interakcióba, vagy elindít egy ilyen kapcsolatot, hát ha ezt annak lehet nevezni, és ilyenkor szerintem nagyon sok mindent rávetítünk egy másik emberre, nagyon
nagyon sok mindent elvárunk. Hát tipikus probléma az szerintem a nőknél, most bocsánat, hogy ezt mondom, de én főleg ugye nőkkel dolgozom 80%-ban, és velük konzultálok, és beszélgetek, hogy ők, ahogy mondtam, nagyon sok esetben ugye elvárják azt egy férfitől, hogy minél hamarabb, minél tovább, és mindig mellettük legyenek, és hogy egyfajta támaszként, biztonságként szolgáljanak, és ugye nagyon sok nő próbálja lekötni a férfiakat, de szerintem nem lehet, sőt nem is szabad. Tehát nagyon sok esetben az elengedést kellene gyakorolni, és nem azt, hogy az egoista énünk mit akar. Ugye nagyon sokan akarnak egy kapcsolatban. Az akarás az, amit ki kell vonni ebből az egészből, és figyelni kell. Figyelni kell azt is, hogy egy másik ember mit szeretne, mit érez, és hogy neki milyen tervei vannak. Hát ugye nagyon sokan ezt nem igazán akarják észrevenni, és csak azt hajtják, vagy fújják, ami az ő akaratuk. De ahogyan mondtam, itt már két emberről van szó. Itt nem csak arról van szó, hogy te mit szeretnél, hanem arról is, hogy a másik mit szeretne. És ezt szerintem nagyon nehéz összeegyeztetni, főleg a mai világban, egy olyan világban, ahol kirakat van, ahol tulajdonképpen akár másodpercenként is lecserélgetik egymást az emberek, ahol nem igazán tartunk ki a másik mellett, ahol tulajdonképpen bármit meg lehet tenni, ahol már nincsenek igazi értékek. Hát manapság már nem az van, hogy mondjuk 20 évesen találkoznak, és holtodiglan, holtomiglan, és mondjuk együtt élnek, nem tudom, 40-50-60 évet. Hát ilyen szerintem ma már nagyon kevés van. Nagyon kevés olyan kapcsolat van, ami valóban tartós, ami valóban értékálló, és mondhatjuk azt is, hogy örökre megmarad, bár én azt is el szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy az a cél, hogy egy kapcsolat örökké tartson, sőt, hát szerintem az a legfontosabb, hogy ezekben a kapcsolatokban az ember fejlődjön, és amikor már nincs hova fejlődni, amikor már meddővé válik egy ügy, mert nem fejleszt, csak visszahúz, akkor ilyenkor az ember ugye bevonz egy másikat, és tovább lép. És ahogyan mondtam, ezek lépcsőfokok. Tehát amikor bejelentkezik hozzám valaki, és megmutatja azt, hogy most éppen kivel él együtt, akkor én mindig szoktam mondani, hát a legtöbb esetben ugye ez van, hogy te most csak egy állomáson vagy, ez csak egy lépcsőfok, nem a teljes, nem az igazi másik feleddel vagy, mivel, hogy ezt a fajta interakciót, ezt az egyesülést, és azt, hogy te az igazi ikertudati egységeddel élj együtt, azt nem olyan könnyű ám kialakítani. Tehát az nem úgy van, hogy itt csettintek egyet, és ott van, hanem ezért nagyon-nagyon sokat kell tenni, de főleg rengeteget kell képezni saját magunkat. Mert ha nem képzed magad, akkor folyamatosan olyan cipőbe lépsz bele, amiben már eddig mondjuk számtalanszor. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem mindegy, hogy az ember párkapcsolatban él, vagy pár kapcsolatban, néhány kapcsolatban, vagy sok kapcsolatban, mert szerintem ezek a próbálkozások, amelyek ugye a néhány kapcsolatra, vagy a sok kapcsolatra korlátozódnak, és nem a ténylegesre, nagyon sok kudarcot gyártanak az emberben. A nőkben is, és a férfiakban is. A férfiak is ugyanúgy csalódhatnak a nőkben, mint a nők a férfiakban. Ugye ez mondhatjuk úgy, hogy valamilyen szempontból általános probléma, és egy idő után már ugye nem nagyon mernek nyitni. Mondjuk, amikor te már túl vagy mondjuk 10 ilyen csalódáson, akkor nem valószínű, hogy 11-jére már bizalmat fogsz táplálni egy másik ember iránt, mert úgy vagy vele, hogy hát te már 10-szer csalódtál, és hogy mindig ugyanazokat a köröket futod, mindig ugyanazok a problémák. Na de ilyenkor nem azt kell megvizsgálni, hogy a másikkal mi a gond, hanem hogy neked min kell még alakítanod saját magadon. És ezért kell rengeteget tanulni, képezni magad, fejleszteni. Erre rengeteg technika van, hogy a régi beidegződésedet hogyan írd felül, hogy hogyan fejleszd magad tudatilag, hogyan nyis, hogyan old fel a blokkjaidat, tehát én erre most kapásból tudnék mondani mondjuk olyan 20 technikát, amiket évekig kell gyakorolni ahhoz, hogy te egy olyan egyéniség legyél, aki már kész, aki már flott, aki már
bármit el tud fogadni, és bármit, vagy bárkit be tud fogadni, mármint olyan szempontból, hogy ti ketten együtt harmóniát tudtok képezni. De ehhez az kell, hogy mind a két fél ugyanazon a szinten legyen. Na és ebből nagyon kevés van. Mert ahogyan mondtam, az emberek többsége egy ilyen kapcsolatban igazából, hát mondjuk úgy, hogy a gyökér csakrájából indít, és onnan működik, és nem emeli fel ezt az egészet a tudatosságba. És ugye nagyon sok ilyenkor az akarat, nagyon sokan csak ösztönlényként működnek, és csak bizonyos vágyakat akarnak kielégíteni egy kapcsolatban, de itt nem csak a szexuális vágyra gondolok, hogy azt akarják kielégíteni, hát ugye ilyen is van, mert ugye nagyon sokan csak azért tartanak már fönt egy kapcsolatot, hogy ezt valamilyen szempontból meg tudják tenni. Hát tulajdonképpen használják a másikat arra, hogy megkapják azt, amit akarnak. De hát ugye ezt mondtam az elején, hogy egy kapcsolat nem akaratokra kell, hogy épüljön. Egyáltalán nem. Tehát az akaratot, mint olyat, azt abszolút ki kell zárni ebből az egészből. És háttérbe kell tenni. És nem az önös érdekeknek kell szolgálnia egy interakcióban, nem az önzésnek, hanem a szeretetnek. De a szeretet az nem köt, a szeretet nem ragaszkodik, a szeretetben nincs ego, nincs elvárás, nincs semmi. Az egy tiszta közeg, az egy nagyon magas fokú, rendezett állapot, de én úgy látom, hogy idáig még nagyon kevesen jutottak el, hogy valóban tudják azt, hogy mi a szeretet. Hát érdekes felfogások vannak egyébként erről, amikor így rákérdezek egy-két embernél, hogy te úgy mégis mit gondolsz arról, hogy mi a szeretet? Hát ugye sokan arra gondolnak, hogy a szeretet az az, hogy ha te szeretsz valakit, akkor minden áron őt magadhoz kell láncolni, minden áron együtt kell élnetek, minden áron gyereketeknek kell, hogy legyen, minden áron házasságot kell kötni, minden áron össze kell költözni, és mindig magad mellett kell tudni, neked mindig a nyakán kell lógni, és soha nincsen szabad levegő, és soha nincsen szabadság. Ki az, aki szabadságban tud szeretni, vagy szeretettel tud valakit szabadon engedni? Hát ez lenne a lényeg. De a szabadon engedés, az nagyon-nagyon sok mindent takar. Te meg tudod-e engedni a másik embernek azt, hogy ő az legyen, aki? Még akkor is, ha mondjuk ez a te érdekeidet, vagy a kis egódat sérti. Meg tudod-e engedni azt, hogy ő az igazi valóját adja, hogy ő szabadon éljen, hogy ő úgy gondolkodjon, ahogyan ő szeretne, amilyen az ő igazi valója. Na hát én azt látom, hogy ilyen nagyon kevés van. És én is működtem már kapcsolatokban, én is éltem már együtt jó néhány emberrel, és én azt vettem észre, hogy nagyon sokan voltak, akik engem meg akartak változtatni, volt olyan, aki még azt is meg akarta nekem mondani, hogy mit tegyek, vagy mit ne egyek, vagy én hogyan gondolkodjam egy bizonyos dologról, hogy mit csináljak, hogy csináljak, na hát egy ilyen kapcsolatban szerintetek meddig lehet működni? Hát szerintem nem túl sokáig. És ilyenkor ugye jönnek a viták, jönnek a veszekedések, hogy te nem mondd meg nekem, hogy én mit csináljak, és satöbbi, satöbbi, és ezek félrecsúszások. De amikor egység van, amikor harmónia van, akkor ugyanazt akarjátok. Akkor nem akarjátok a másikat megváltoztatni, csak szabadon engedni. Számomra ez a szeretet, és ez az igazi harmonikus kapcsolat. Amikor megengeded, vagy megengedem a másiknak azt, hogy oké, rendben van, te ez vagy, aki vagy, elfogadom, és így szeretem, de a háttérből is lehet szeretni. Úgy is lehet valakit szeretni, hogy nem élsz vele együtt. Na, most tudom, hogy ez kivágja a biztosítékot, mert mindenki azt fogja mondani, hogy hát az hogy lehet? Hát az nem szeretet, olyan nincs. De bizony van. De bizony van. És szerintem ezt kellene nagyon sok embernek gyakorolnia, mert ahogyan mondtam, nagyon sokan önérzetesek, nagyon sokan kötni akarnak, leláncolni, mindenféle tekintetben, nem csak fizikailag, hanem gondolatiságban, szellemiségben, lelkileg, és egyébként én azt is észrevettem, hogy nagyon sok ember zsarolja a másikat lelkileg. Mindenféle feltételeket szabnak azért, hogy maguk mellett tudják,
hát mondjuk akár egy férfit, akár egy nőt, de egyébként megmondom őszintén, hogy szerintem ez a nőknél nagyon általános probléma, vagy hát azt mondom, hogy nagyon sok női léleknél előfordul az, hogy a férfiaknak bizonyos feltételeket szabnak, és így tartják maguk mellett őket nagyon sokáig. Hát megmondom őszintén, hogy én nagyon sok esetben sajnálom a férfiakat, és szerintem én nagyon nagy gondban lennék, ha férfi testbe születtem volna, mert lehet, hogy menekülnék a nők elől. Tehát, szóval nem biztos, hogy lepaktálnék velük, vagy nagyon-nagyon átgondolnám, és megnézném azt, hogy kivel állok szóba, és hogy kivel találkozom, mert szerintem nagyon durva sok esetben, amit a nők lerendeznek, nagyon, hát nem azt mondom, hogy ragaszkodóak, mert szerintem ez annál több, mert igazából a ragaszkodás az annyira nem baj, bár én úgy gondolom, hogy ezen is kell változtatni, de hogy nagyon manipulatívak. Sajnos, én azt veszem észre, természetesen nem mindenki, tisztelet a kivételnek, de én nagyon sok olyan manipulációval találkoztam már az életemben, ami szerintem nagyon nem egészséges. Én láttam már nagyon durva kapcsolatokat, megismertem is olyanokat, ahol a nők nagyon-nagyon kötötték a férfiakat, és hát valamilyen szempontból szerintem őket be is lehet hálózni, sajnos. Nem tudom, hogy ez miért van. Legyetek egy kicsit sokkal éberebbek, és nézzétek meg azt, hogy igazából egy kapcsolat ...nak mi a célja? Hogy ti ketten együtt mit tudtok kialakítani? Nagyon fontos az, hogy a kettőből mi lesz. Ugye nagyon sokszor elmondom azt, hogy nem mindig az a cél, hogy a kettőből legyen egy harmadik. Szerintem az a legfontosabb, hogy a kettőből önmagunk legyen, tehát térjünk vissza az egységbe, és jelenítsük meg az igazi valónkat, a kettőnk egyetlen egy valóját, hát ez az iker tudatiság, amikor két ember olyan szinten egyben van, együtt rezeg, hogy ők az egyet jelenítik meg. Szerintem ez a totális egység. De hát, ahogyan mondtam, erről már nagyon-nagyon sok előadást tartottam az analógia kutatással kapcsolatban, tehát erről én órákig el tudnék beszélni, illetve hát már el is beszéltem. Tehát már nagyon sok-sok órát megtöltöttem tartalommal eme téma kapcsán, tehát hallgassátok meg ezeket az anyagokat. Szerintem nagyon érdemes, például egyébként az Iker Energia című előadás erről szól, vagy az Iker Tudat. A szellemcsere, iker kivetítés, és még sorolhatnám. Tehát nagyon sok ilyen anyag van, és érdemes egyébként ezeket is átvenni, mert akkor úgy sokkal tisztább a kép, és akkor az ember nem megy tévutakra. Szóval a pár kapcsolatok, azok tulajdonképpen, hát valamilyen szempontból tévutak szerintem, mert nem a ténylegesek, mert ahogyan mondtam, párunk csak egy van, az összes többi pedig valamilyen szempontból szerintem tévegés, vagy azt is mondhatnám, hogy ilyen tanuló pénz. Tehát, hogy ezekből nekünk mindig tanulni kell, mindig fejlődni kell, lenne, de hát nem tudom, hogy ki az, aki észreveszi azt, hogy mi az ő tanulni valója egy kapcsolatban, mert ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a másikra mutogatunk, például egy válláskor. Nekem mondjuk hivatalos válásom még sosem volt, mert nem éltem házasságban, de szerintem nem is kell. Tehát nem ez a fontos, mert nem egy házasságtól lesz harmonikus egy kapcsolat, főleg nem akkor, ha te mondjuk egy olyan emberrel kötsz házasságot, aki nem az igazi párod. Lehet, hogy az az ember egy másik valakinek a párja, csak még nem tartotok olyan tudatossági szinten, hogy ezt fel tudjátok ismerni. Nem attól lesz valaki a párod, hogy te beleszeretsz valakibe. Egyébként sokszor nem is egy másik emberbe szeretünk bele, csak az érzésbe. Hát tudom, hogy most ki fogom vágni a biztosítékot, de azért kell, hogy elmondjam ezeket, hogy egy picit lássunk túl ezen az egészen, és ne ússzunk el ezekben a dolgokban, hanem kezdjünk el végre gondolkodni, hanem kezdjünk el elemezni, vizsgálódni, és vizsgáljuk meg azt, hogy mi miben vagyunk benne, miben működünk közre, és hogyan. És biztos, hogy ez az, amit mi keresünk, biztos, hogy ez az, amit a másik keres, és biztos, hogy mi totálisan ugyanazt valljuk, és ikertudati egységként élünk. Hát szerintem nem, mert én úgy gondolom, hogy az emberek kb. 80%-a nem az igazi párjával él együtt, csak valakivel, akivel találkozott, és most úgy érzi, hogy
ő számára megfelelő, igen, az adott pillanatban, vagy az abban az adott korszakában, amiben éppen tart. Mert valószínű, hogy most ti mutattok meg egymásnak olyan dolgokat, amelyekből tanulnotok kell. Tehát most ő a legmegfelelőbb tükör számodra. De az igazi tükör, az totálisan visszatükröz, és nem csak egy részedet mutatja meg, hanem mindent. Az olyan szinten kivesíz, és olyan szinten mindent elétár, hogy te arra nem is számítasz. Tehát amikor az igazi másik feleddel találkozol, tulajdonképpen önmagaddal találkozol. Mert vissza fog tükrözni minden egyes porcikádat, minden egyes sejtedet, minden kijavítani valódat, nem azt mondom, hogy a hibádat, hanem minden olyan dolgot, amit neked igenis át kell fordítani. Természetesen azok a kapcsolatok is jók, amelyekben az ember eddig részt vett, mert szerintem, ha ezek nem lettek volna, akkor az ember nem jut el oda, ami a tényleges, és ami szerintem a végleges. Tehát amikor az ember az igazit találja meg, az az utolsó állomás, mert ha vele egyesülsz, és itt nem olyan egyesülésről kell beszélni, mert az egyesülés az nem azt jelenti, hogy két ember testileg egyesül, hanem amikor tudati egység van. És amikor ez megszületik, akkor szerintem az embernek már nem kell többet idejönnie, és nem kell különböző stációkon végigmennie, csak addig, amíg el nem éri a nirvánát. De hát ez ugyanolyan, mint amikor egy futó elindul, és elkezd mondjuk futni egy hosszú úton, és ott vannak mindenféle akadályok. És ezeket mondjuk megugorja azért, hogy elérjen a célba. És végre megpihenhessen. Tehát egy sportoló vagy egy futó sem csinálja azt, hogy elindul, és el akarja érni a célt, és mondjuk már az első akadálynál mondjuk leül. Hát általában az ember küzd, mert mi küzdő lények vagyunk, és szerintem ezekben a kapcsolatokban is küzdünk, de számomra a küzdés az azt jelenti, hogy ezekben a kapcsolatokban igenis saját magunkat akarjuk megismerni. Az, hogy az ember milyen embert, egy másik embert, vagy milyen kapcsolatot teremt, vagy vonz be, az tulajdonképpen önmagát mutatja meg, hogy ő hol tart. Én mindig azt mondom, hogy saját magadat nézd meg egy kapcsolatban, és azt vizsgáld meg, hogy te hol tartasz. Mert nagyon jó tükör, nagyon jól téged mintáz. Minden egyes interakció téged mutat meg, hogy most te ki vagy, hol tartasz, és még min kell változtatnod. Ha állandóan olyan kapcsolatokat vonzol be, amelyek mondjuk bántalmazóak, vagy ahol kihasználnak, vagy amik nagyon ilyen szélsőségesek, akkor az azt jelenti egyrészt, hogy még nem szereted önmagadat eléggé, még nem írtad felül a régi hitrendszereidet, még nem oldottad föl az összes blokkodat, és még áldozati szerepben vagy. De ebből ki lehet lépni? Hát ezt kell tanulni. Ezt kell tanulni nagyon sok ideig. Hát jó, nem mondom, hogy sok ideig, nem akarok mindenkit elijeszteni, de azért kellenek évek. Mondjuk, ha te már 10-20 éve, vagy 30 éve ilyen kapcsolatokat vonzol be, akkor valószínű, hogy nagyon sok az elakadásod. De akkor szálljál rá mondjuk minimum 1-2 évet, hogy old fel ezeket a blokkokat, fejlődj, tanulj, mert ez egy folyamat, tehát ezt nem lehet előbb megúszni, és utána nézd meg azt, hogy már milyen a tükör, és hogyha már egy szeretetteljesebb kapcsolatban fogsz részt venni, egy olyan embert vonzol be, aki szeret, aki elfogad, akkor valószínű, hogy haladtál. Tehát ez soha nem a másikon múlik, ez mindig önmagunkon múlik. Ugye, hogy mennyire nem mindegy, hogy az ember párkapcsolatban él, vagy párkapcsolatban? És ugye láthatjátok azt is, hogy van egy olyan alcím, hogy ő szint én. Szerintem ez csodálatos, mert hogy az lenne a legfontosabb, hogy az ember őszintén éljen egy kapcsolatban, és hogy őszinteséget kapjon. De kapunk-e mi őszinteséget, szerintetek, egy-egy ilyen interakció során? Hát mondhatnám azt is, hogy nagyon nehezen, és természetesen én is részt vettem már olyan kapcsolatokban, ahol nagy volt az őszintétlenség, pedig én mindig azt mondtam, hogy nekem nem kell venni semmit, nekem nem kellenek ajándékok, ilyen tárgyi, kézzel fogható dolgok, én őszinteséget szeretnék. De sajnos ezt nagyon kevés embertől kaptam meg. Szóval ezen el kell gondolkodni. És el kell azon gondolkodni, hogy az ember miért teremt magának ilyen helyzeteket,
Hát valószínű, hogy azért, mert még tanulnivalója van. És nyilván 20 évesen még ezt szerintem az ember nem igazán tudja kialakítani, mert még saját magát sem ismeri. 20 évesen nincs bejárt út. Nincs bejárt út. Vagy csak nagyon csekély. És ennyi idő alatt az ember nem tud mindent kiásni, nem tud mindent a helyére tenni, mert ehhez bizony sok idő kell. Tehát én azt mondom, hogy minimum 10 éves tanulás kell, és rengeteg tapasztalat, tehát 20 évesen még az ember nem tud annyi tapasztalatot összeszedni, mint mondjuk 40 éves korára, vagy 50 éves korára. Tehát azért itt azt is figyelembe kell venni, hogy ki hány éves. Tehát, ahogyan mondtam, 20 évesen az emberek nagyon sok esetben még illúziókat gyártanak. És megmondom őszintén, hogy annyira az ember nem is lát ki még a fejéből. Hát én is emlékszem arra, hogy milyen voltam 20 évesen, és látom azt, hogy mondjuk a mai 20 évesek, meg a 10 évesek milyenek. Hát igen, hát azt látom, hogy oké, még tanuljatok. Még egy jó 20 évet tanuljatok erre a dologra, és mondjuk majd 40 évesen nézzétek vissza azt, hogy egyrészt milyenek voltatok 20 évesen, másrészt pedig, hogy hová jutottatok. De ugye ez is csak akkor igaz, hogyha az ember fejlődik, tanul folyamatosan, felülírja azokat a beidegződéseket, amelyek nem hasznosak. Szerintem a legbonyolultabb kapcsolat az a párkapcsolat. Nagyon sokat kell érte dolgozni, de főleg önmagunkon. Ahhoz, hogy az ember igazi harmóniát tudjon teremteni a világban, ahhoz nagyon kiegyensúlyozottnak kell lennie saját magának. És ezt nagyon sok tanulás által érhetjük el. A harmóniáról is készítettem már egy külön előadást, hogy számomra mit jelent ez, hogy hogyan tudunk eljutni ebbe az állapotba, és hogyan tudjuk ezt megtartani, hogyan tudjuk tartóssá tenni. Szerintem az egész életünk erre való. Én azt is gondolom, hogy aki nem indul el az úton, és nem tesz ezért semmit, az nem valószínű, hogy még ebben a testetöltésében, vagy leszületésében ezt létre tudja hozni, tehát nem mindenki fogja megtalálni az igazi másik felét, és nem is mindenki tudja ezt úgy kialakítani, ami a valódiság, ami a tökéletesség, ami a rend. Én úgy gondolom, és én ezt már nagyon sok előadásban elmondtam, hogy ezt igazából szerintem csak azok tudják létrehozni, akik már mesteri szinten tartanak, akik profik, mindenféle tekintetben, gondolok itt energetikai egységekre, a tudati egységre, a rezgés szintre. Ezt előbb az ember nem tudja megjeleníteni, pontosan azért, mert az egységnek egy olyan energetikája van, amit kisiskolás szinten te el sem érsz. Tehát ugye egy első osztályos gyerek sem jelentkezhet az egyetemre, mert még nem járta végig a stációkat. És a párkapcsolatok azért kellenek, hogy az ember elérje az igazi párkapcsolatát, vagyis azok a stációk, amelyeken keresztül megyünk, azok mindig szolgálnak bennünket is, és a másikat is, mert természetesen ez oda-visszahat. Tehát mindenki tanul a másiktól, és egymást fejlesztjük. És ezek a fejlesztések, ezek a lépcsőfokok, állomások vezethetnek el oda, hogy te elérj a rendbe. De én úgy látom, hogy ez még nagyon, egyrészt nagyon nehezen működik, másrészt pedig nagyon kevés ember az, aki ezt igazából ki tudta alakítani. Természetesen haladunk az úton, és nem mondom, hogy lehetetlenség ezt elérni, ezt akkor lehet elérni, hogyha az ember kőkeményen dolgozik. És szerintem nem igaz az, hogy ezért nem kell megdolgozni. Mert ugye nagyon sokan mondják, hogy hát ez az ölünkbe pottyan, semmi nem pottyan az öletbe, csak úgy. Tehát lehet, hogy nagyon sok mindenen lehet könnyíteni magán a folyamaton, vagy hogy maga a manifesztálás, vagy az, hogy te mit hozol a földre, és mit jelenítesz meg ezeken, persze lehet blokkokat oldani, és lehet ezt a folyamatot könnyedebbé tenni, de az, hogy te semmiért ne dolgozz meg, hogy ne kezdj el gondolkodni, hogy ne kreálj a szellemiséged, de ezt, hát azért nem ússzuk meg, mert így épül fel a világ, de hát ez csodálatos. Hát csodálatos az, hogy az ember tulajdonképpen a gondolatiságával teremt. Hallgassátok meg az Iker kivetítés című anyagot, ebben pontosan erről beszélek. Hogy ezt hogyan lehet létrehozni. Hogy tulajdonképpen te hogyan teremted meg azt az ikerséget, azt az analógiát, amire
ez az egész világ épül, vagy nagyon jó lenne, ha erre épülne. Mert ha minden ikerségre épülne föl, és nem szakadtunk volna ki ebből az egységből, a rendből, akkor itt most Kánaán lenne, itt Nirvána lenne, és senki nem keresné a másik felét, mert mindenki megnyugodott volna, és globális, totális, vagy azt is mondhatnám, hogy egyetemes harmónia létezne. De hát ugye ez nincs így. És ezért van az szerintem, hogy nagyon sokan így kétségbe esettem, keresik a másik felüket, vagy valakit, akibe bele tudnak kapaszkodni, és szerintem az azért káros, vagy ártalmas, vagy nem túl egészséges, mondjuk így, mert így az ember nagyon sok tévútra megy. És szerintem nagyon sokszor csak saját magunkat áltatjuk, és csapjuk be, és esetleg a másikat is. Szerintem az nagyon nem szép dolog, amikor valaki egy másik embert áltat. Szerintem ezt őszintén, és hát ugye ez az alcímünk, hogy őszintén, tehát hogy őszintén kellene beszélnünk egy ilyen kapcsolatban, minden kapcsolatban, őszintén el kellene mondani, hogy ki mit érez, ki mit gondol, és hogy egy kapcsolatnak van-e jövője, avagy sem. Mert nagyon sokszor egyébként én azt veszem észre, és az a tapasztalatom, és hát ugye nagyon sokan ezt mesélik el, hogy úgy élnek egy kapcsolatban, hogy mindenki mást akar. Hogy mondjuk az egyik fél csak egy ilyen laza kapcsolatot akar, a másik meg mondjuk komoly kapcsolatot, házasságot, stb. Bár szerintem nem a komoly kapcsolat az nem azt jelenti, hogy házasságban kell élni. A komoly kapcsolat az azt jelenti, hogy két felnőtt ember vesz részt, hogy mind a kettő felnőtt egy kapcsolatban, de a felnőttség az nem azt jelenti, hogy te már elmúltál 18 éves, vagy 20 éves, vagy 30 éves, vagy 40. Nem. Ez nem az évszámoktól függ. Nem a fizikai kortól, hanem hogy te felnőttél, váltál-e már mindenben. Odaadásban, humánumban, elfogadásban, őszinteségben, szeretetben, megengedésben, elengedésben, lemondásban, alázatban, tiszteletben, hogy tudsz-e így lenni valakivel, sőt, tovább megyek, tudsz-e így lenni önmagaddal. Mert ha még önmagaddal sem, akkor egy másik emberrel is mindig vitába fogsz szállni. És tulajdonképpen a saját sérelmeidet fogod rávetíteni másokra. És ilyenkor el fognak tőled menekülni. Vagy te generálsz egy olyan láthatatlan falat, húzol magad köré, ami által megközelíthetetlenné válsz. És persze, hogy nem fognak működni a kapcsolatok, és persze, hogy nem tudod kialakítani a harmóniát. Szerintem ez az őszintén szó csodálatos. Hiszen benne van az is, hogy ő, benne van az is, hogy én, és ott van középen az, hogy szint. Vagyis ez mit jelent? Hogy ő ugyanúgy szeretné az őszintességet, mint ahogyan te, vagy ahogyan én. Egy másik ember ugyanúgy vágyja a szeretetet, az elfogadást, mint ahogyan te. De azt is, hogy hazugságmentes és manipulációmentes legyen egy kapcsolat. Egy másik embernek is ugyanúgy szüksége van a szabadságra, mint ahogyan neked. A szabadságot kell megtanulnunk egy kapcsolatban. És nem azt, hogy hogyan lehet gyorsan lekötni a másikat, mert sokan azt gondolják, hogy ha házasságot kötnek valakivel, akkor az már megvan, az már az enyém, azt már lekötöttem, azt már nem vehetik el, az már mindig így marad. Nem. Pont, hogy ez az, ami szerintem nem fog teljessé tenni egy kapcsolatot. Nem ettől lesz teljes valami. Sőt, hát nekem az a tapasztalatom, és én azt látom, hogy nagyon sok esetben ilyenkor így elkezd zuhanni az a fajta érzés, vagy akár kötődés, amit mondjuk az ember az elején érzett, mert ugye nagyon sokaknak csak addig kell valami, amíg meg nem szerzik. És amikor ez megvan, utána rájönnek arra, hogy mégsem boldogok, mégsem ezt akarták, de szerintem ezek is mindig tükrök. Tehát, hogy aki ugye ezt meglépi, megteszi, ő valószínű, hogy még erősebb tükröket akar gyártani saját magának, és még erősebben akar szembesülni. És tulajdonképpen szerintem ezek még erősebb, mondjuk úgy, hogy pofonokat gyártanak önmagunk számára. Mert előbb-utóbb rájön az ember arra, hogy nem ez a fontos. Hogy nem attól lesz harmonikus egy kapcsolat, hogy valakivel házasságot köttök. Mert nem ez teremti meg a harmóniát. És ahogyan mondtam, ugye nagyon sok ember úgy köt házasságot egy másik emberrel, egy másik lényel, hogy nem a tényleges az, aki ott áll mellette. Nem az igazi önmaga. Hát az őszintén szó ezt jelenti.
amikor ő ugyanaz, aki te vagy, amikor nincs különbség. Hát ezt elérni feladat. Ezt elérni egy gyönyörűség. De ehhez nagyon felkészültnek kell lenni. Ez nincs csak úgy. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ez csak úgy belibben. Ez nem igaz. Rengeteg példa van rá. És ahogyan látom, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy eddig még nagyon kevesen tudták ezt kialakítani, bár én azt is megkérdezem, hogy egyáltalán van-e olyan ember a Földön, aki a totális rendet, az egyetemes harmóniát és az igazi ikertudati egységet ki tudta már alakítani, mert nekem van egy olyan gyanúm, hogyha az ember ezt totálisan kialakítja, vagy aki már kialakította, az nem biztos, hogy az már itt foglal helyet. Tehát aki még itt foglal helyet a földi bolygón, ő még biztosan tanuló. Tehát ő nekik még biztos, hogy tanulniuk kell. Tehát mi azért vagyunk itt, mert még nem oldottunk meg bizonyos ügyeket. Mert amikor már te totálisan kipipálsz mindent, akkor nem kell újra idejönnöd, nem kell újra tanulnod, nem kell újra például az elfogadásról tanulnod. Mert szerintem itt azt tanuljuk nagyon keményen, és ezek az interakciók erre jók. Ezért hasznosak. Ő szint én, vagyis amikor ő ugyanazon a szinten van, mint én. Energetikailag, tudatilag, rezgés szintben. De ki az, aki ilyen? És hol van az, amikor nincsenek félrecsúszások, félresiklások? Hát ugye az is nagyon nagy kérdés, hogy ki mit nevez párnak. Hát nekem nagyon fura, hogy mindenféle ilyen, nem tudom, ilyen ideológiát gyártanak az emberek, holott ezt már valaki megmondta, hogy ki a pár, vagy mi a pár. Egy olyan valaki, aki sokkal többet tud nálunk, és hát van egy alapegység, egy minta. Hogy ez milyen, hogy milyennek kellene lennie, hogy ki vagy mi a pár fogalma, megnevezése tulajdonképpen, hogy ez mit jelent. Egyébként szerintem Isten ezt tartalmazza, ő már megmutatta, hiszen benne van a te plusz én, aki analóg. Is, te, én. És ő már egyesíteni tudta a te plusz ént, vagyis nem gyárt különbséget. De az emberek még különbségeket gyártanak. Szerintem nincs olyan, aki még ne gondolta volna azt, hogy a másik miben különb nála, vagy miben nem, vagy hogy melyek azok a dolgok, amelyek nem egyeznek. Tulajdonképpen szerintem az ember mint olyan mindig azt firtatja, hogy a másik miben más, és nem azt, hogy miben egyezünk. Hát szerintem ilyen nagyon kevés van, amikor azt nézzük, hogy mi az, amiben egyezünk. De hát ezt kell tanulni. És amikor mindenben egyezünk totálisan, na az a harmónia, az a rend. De szerintetek van ilyen? Igen, van. Az isteni egység. Ott minden tökéletesen egyforma, 100%-os, pontos és analóg. De itt van-e analógia? Hát ezt kell megtalálni. Ezért kell tanulni, vizsgálni, elemezni, és én is ezért választottam az egyik szakterületemmé az analógia kutatást, és ezért van az, hogy már körülbelül 50 tételem szól róla, rengeteg előadás, rengeteg cikk, interjú, elemzés, mert azt kutatom, hogy mi a totális analógia, és hogy két ember között ezt hogyan tud megnyilvánulni. Hát nézzétek meg, vizsgáljátok meg, hogy akit ti megláttok, vagy aki iránt valamit éreztek, ott mi a közös pont? Van-e egyáltalán? Mit mutat meg belőletek az a másik? A tökéletes másolatod-e, avagy nem? Te ő vagy? Ő szint én? Ő szint úgy olyan, mint te? Totálisan? Mert ha nem, akkor ez még egy állomás. Akkor még nem tudtad kivetíteni. Még nem tartasz ott, de nem baj. Tanulj, haladj, fejlődj, és talán egyszer az ember létre tudja hozni a tökéletes mintát, azt, ami el van ültetve, azt, amiről a Teremtő, a Jóisten rendelkezett, mert nekünk ezt a mintát kell megjeleníteni. De amíg nem vagyunk annyira humánusak, elfogadók, és amíg akaratból működünk, és amíg az egónk gyártja ezeket az elvárásokat, addig még kisiskolások vagyunk. Ez a lényeg ennek az egésznek. Mindig saját magunkat kell vizsgálni. Hogy mit vonzottunk be, miért azt vonzottuk be, ez mit mutat meg belőlünk. És hogy hogyan
válhatunk sokkal jobb emberekké, akik már a harmóniát szolgálják, és nem az ellenségeskedést. Nagyon sok kapcsolat egyébként szerintem ilyen ellenségeskedésekre épül. Bődület. Én láttam már olyan házaspárokat, akik névlegesen lehet, hogy házasok voltak, de a négy fal között majdnem, hogy csak megölték egymást. Bántalmazták egymást fizikailag, verbálisan, mindenhogyan. Hazamentek, külön lakrészben éltek, az egyik ment jobbra, a másik ment balra, épp hogy csak köszöntek egymásnak, de ők házasok voltak. Értitek, hogy mi a különbség? Hogy miért nem fontos ez? Mármint az, hogy az ember ilyen névleges dolgokat gyártson. Hogy miért hazudunk saját magunknak? Miért hazudtunk olyan sokszor a kapcsolatainkban? És mondjuk miért nem találtuk meg már 20 évesen az igazi énünket? Azért, mert még tanulnunk kellett, mert még végig kellett menni ezeken a stációkon. Ha nincs stáció, ha nincsenek állomások, akkor hogyan érsz el a célig? Az nem úgy van, hogy elindulok, és a következő lépésem már a végállomás. Hát ha te felülsz egy vonatra, és mondjuk elindulsz Balaton-Almáditól, a Balaton északi partján, akkor ahhoz, hogy te elérj Keszthelyig, ezt csak azért mondom, mert én nagyon sokszor megjártam ezt az utat az északi parton, én éltem ott több évig, és rengetegszer elutaztunk például Keszthelyre, és egyébként én az összes állomáson megálltam. Szóval, hogyha mondjuk te el akarsz jutni Almáditól Keszthelyig, akkor közte rengeteg állomás van. Nagyon sok város, nagyon sok település, rengeteg móló. Én nagyon-nagyon sok mólót ismerek végig az északi parton, meg a délin is. De szóval értitek, tehát hogyha elindulunk az elejétől, és el akarunk jutni a másik oldalig, akkor ott vannak állomások. És az ember megáll. Az állomásnak az a funkciója, hogy megálljunk, figyeljünk, szemléljünk, és saját magunkat nézzük meg. Hogy egy-egy állomáson mit tudunk mi felmutatni magunkból. Hogy váltunk-e már jobb, kiforrottabb lényekké, hogy lettünk-e már felnőttek szeretetben, és hogy őszintén tudunk-e működni egy kapcsolatban, vagy csak áltatjuk saját magunkat, és várunk valamire, ami lehet, hogy nincs is. Illetve én azt mondom, hogy van, de nem várni kell, hanem meg kell érte dolgozni, mert úgy szebb lesz az ajándék, mint akkor, amikor az öletbe hullik. De nem fog az öletbe hullani, mert ennek nem ez a lényege. Mi azért jöttünk ide, hogy bejárjuk az utat. Az út maga öröm. És higgyétek el, hogy csodálatos, amikor az ember végigmegy ezeken az utakon, ezeken az állomásokon, mert nagyon-nagyon sok mindent tanulhatunk meg önmagunkról. Iszonyatosan csodálatosak ezek a stációk, még akkor is, ha nagyon nehezek. Nekem is nagyon sok nehéz kapcsolatom volt, nagyon sokat szenvedtem bennük, és megmondom őszintén, hogy most úgy vagyok vele, vagy volt egy olyan időszakom, amikor azt mondtam, hogy bár ne lettek volna. Lehet, hogy jobb lett volna egyedül, mert akkor az ember nem sérül, mert nincsenek ezek a fájdalmas szakítások, ezek az elengedések, na de hát ezek is tanítottak valamire. Hát hogyan tudnék úgy beszélni ezekről az előadásokról, ha nem lenne tapasztalat, ha nem lenne bejárt út? Mit mondanék el, mit mesélnék? Ha az ember nem járta volna be ezt a kaminót, ha csak egy helyben ültünk volna egy karosszékben, mit mondanánk el a többieknek? Vagy hogyan készítenénk fel a fiatalabbakat arra, hogy hogyan kezeljék szépen ezeket az ügyeket, és hogyan legyenek elővigyázatosak, mert szerintem elővigyázatosaknak is kell lennünk. És nagyon élesen kell látni. De ez nem azt jelenti, hogy bizalmatlanul kell élni, hanem azt, hogy önmagunkat kell figyelni. Egy kapcsolatban, mert ott kapcsolódások vannak. Ott valamit vagy valamiket egybegyúrunk. Mi válhat ebből? Mi lehet egy ilyen kapcsolatból? Mi születhet meg? Ahogyan mondtam, szerintem az a legfontosabb, hogy mi szülessünk meg. Mi szülessünk újjá. Legyen ez a mi reneszánszunk. Hát ez a lényeg. Hogy olyan új emberpárok szülessenek, akik már makulátlanok, nagyon tiszták, nagyon felnőttek, akik humánusak, akik őszinteséggel élnek,
megengedően, és akik jó példával járnak elől. Jó példát kellene mutatni, de ki az, aki ilyen példával áll elénk? Kitől tanulhatunk? Hol tanulhattuk meg azt, hogy hogyan kell jól működni egy kapcsolatban? Sajnos szerintem sehol. Sehol nem mondták el azt, hogy te hogyan legyél harmonikus egy kapcsolatban, vagy hogyan kezelj bizonyos ügyeket, a problémákat. Hol tanultunk probléma megoldásokat? Az iskolában ezt tanították, ebből érettségiztünk. Ha mondjuk egy kapcsolatban felmerül valami konfliktus, hogy ezt hogyan kezeld szépen, hogy hogyan ne legyél önérzetes, hogy hogyan ne vágj vissza, hogy hogyan legyél humánus, hogy hogyan ne sértődj meg, hogy hogyan engedj, vagy hogyan engedj szabadon egy másik embert, vagy hogyan lehet szépen elválni egy másiktól úgy, hogy ne menjetek őrre. Hát ezt hol tanították, hol vizsgáztunk le ebből? Hát megmondom, hogy hol, az életben. De ki az, aki segítséget nyújtott? Az embereknek nem nyújtanak segítséget ilyen esetekben, ezért vannak tele a bíróságok például válásokkal is. Mert valahogyan a kiegyezésről nem tanultunk. Nem tanultunk arról, hogy hogyan kell igazán jól békét kötni. Hogyan kell megbocsájtani egy másik embernek. Csak azt tanítják, és azt mondják el mindenhol, hogy te hogyan legyél fölényes, hogyan hagyd a saját igazadat, hogyan szerez érvényt, de azt nem, hogy hogyan legyél megengedő, hogyan legyél megbocsájtó, és azt sem tanítják, hogy ez mindig két emberen múlik. Olyan nincs, hogy csak az egyik hibás, olyan nincs, hogy mindig csak a másik az, aki vét. Nézd meg magad egy kapcsolatban, hogy te mit tettél ezért, és hogy te milyen szituációkat teremtettél, mert ezeket a szituációkat közösen teremtjük, ugyanúgy, ahogy az egész világot. Itt mindenki részese azoknak a helyzeteknek, amik kialakulnak, hiszen mindenkinek összeadódik az energiája, az energetikája, de egy kapcsolat is ugyanilyen, egy párkapcsolat is. Hát kettőn áll a vásár. Olyan nincs, hogy mindig csak a másik az, aki nem tett valamit jól. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ezért kell odaállni a tükör elé, és megnézni önmagunkat belül, a belső tükrünkben, hogy mi mit tettünk azért, hogy ez lett. De nem az a lényeg, hogy az ember hibáztassa magát, hanem az a fontos, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt kijavítani, hogyan lehetünk legközelebb sokkal harmonikusabbak, és nem egóból működők, hogyan lehetünk őszintébbek, megengedőbbek, megbocsájtóak. Szerintem a megbocsájtást is tanulni kellene, sőt, erre vannak különféle technikák, mert ha az ember megbocsájtó és elfogadó, akkor sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, és akkor a kapcsolat is ilyenné válik. A kapcsolódás soha nem könnyű, de könnyűvé tudjuk tenni akkor, ha engedünk, ha barátságosabbak vagyunk, ha kedvesebbek, ha tudjuk azt, hogy ő szint úgy arra vágyik, amire én, amire mi, az őszinteségre, hogy szintezzük ki ezt a két dolgot, hogy álljunk egy talajon, hogy vegyük észre, hogy egyek vagyunk, egy szinten foglalunk helyet. És ha ez így van, akkor meg tudjuk teremteni az egységet, amire tulajdonképpen ez az egész világ vár. Arra, hogy minden az egységre épüljön, hogy minden az egységen alapuljon. Mert ez a rend, mert ez a kiegyezés, és ez a béke. Nekünk a békét kell itt megteremteni, de ezt először két ember között kellene létrehozni. Hogy legyen béke, hogy legyen nirvána. És nem az az elsődleges cél, hogy mindenáron az anyakönyvvezető elé kell sietni, és mindenáron tovább kell gondolni ezt a történetet, szerintem meg kellene állni, és az adott pillanatot szemlélni. És nem előre vetíteni olyan dolgokat, amelyek lehet, hogy nincsenek is benne ebben a kapcsolatban, vagy nem kellenek, hogy legyenek, mert egy kapcsolat nem ettől teljesedik ki. Hát nézzétek meg, mennyi válás van, mennyi egyedülálló nő. Miért? Azért, mert nagyon sokan szerintem nem ismerték föl azt, hogy nem ez az igazi cél. Egy kapcsolat
nem akkor bontakozik ki és válik teljessé, amikor ezeket a folyamatokat vagy mechanizmusokat megteremtik. Ettől nem lesz teljes két ember kapcsolata. Nem egy gyermek születése fogja megoldani két ember közötti mondjuk viszályt. Nem is az ő dolga. De egy házasság sem fogja, meg egy anyakönyvvezető sem. Szóval ne tőlük várjátok. Oldjátok meg ti ketten. És oldjuk meg mi önmagunkban belül. Magunkon dolgozzunk. És ne egy másikat akarjunk megváltoztatni. Mert az nem fog menni. Tehát aki erre teszi fel az életét, az meddő ügy. Nem is kell, és szerintem nem is szabad. Ahogyan mondtam, szerintem az a legcsodálatosabb szeretet, vagy az a szeretet, amikor szabadságot adunk egy másik embernek, amikor semmilyen szinten nem láncoljuk le, sem így, sem úgy. És engedjük, hogy az legyen, aki azt érezzen, amit ő szeretne, és ne manipuláljátok a férfiakat, de a férfiak sem manipulálják a nőket, mert ez nem visz előre. Ne csapjuk be a másikat, ez a lényeg. És ez az őszinteség. Ez jelenti azt, hogy ő szint én. Ami nem más, mint az egy. Ami nem más, mint a minta. Az eredetiség. Az egység. Nekünk ezeket az alapokat kell újra megteremteni. De úgy nem tudjuk megteremteni, hogy félrecsúszások vannak. Úgy nem tudjuk megteremteni, hogy az egyik más gondol, a másik meg megint valami teljesen mást. Ez nem harmónia. És szerintem az sem túl szép, amikor valaki csak bizonyos dolgokra használ egy másik embert, akár anyagilag, akár csak azért, hogy ne legyenek egyedül. Szerintem az egyedül lét az csodálatos, nagyon fejleszt, nagyon sok mindent megtanulhatunk általa és benne, főleg saját magunkat. Merjünk egyedül élni, szerintem nagyon letisztáz, nagyon felnőtté nevel, és amikor az ember már ideig eljut, akkor el lehet indulni az úton. Egy sokkal igazabb úton, egy őszintébb kaminon, amin jó végigmenni, amin jó szembesülni, és jó elérni a sok-sok pár kapcsolatból a tényleges pár kapcsolatig. Mert az olyan, mint egy szövetség, ami szabad, mert az már szolgál. A mi feladatunk az az, hogy szolgálattal éljünk. Amikor két ember szolgál a szeretetével és az összeadott energetikájával, mert egy, mert közös, mert iker, ez az energia, az a legfontosabb dolog itt és most. A szeretet szolgálat. Amikor önzetlenül tesszük ezt. És amikor két ilyen ember talál egymásra, na az a csúcs. Az a nirvána. Amikor mindketten ugyanígy gondolják, hogy ők a szeretet szolgálatért jöttek ide. Azért, hogy fejet hajtsanak, azért, hogy szolgáljanak. És amikor ezt ketten együtt egyben megjelenítik, mert már egyek, és nem tesznek egymás között különbséget, akkor érnek haza. Ebben van az otthon. Ebben a minőségben. Mert ez már minőség. Mert ez már nem arról szól, hogy az emberek hogyan sajátítsák ki egymást, hogy hogyan vitáznak, acsarkodnak egy-egy kapcsolatban, hogy hogyan bántják a másikat. Ez már a tisztaság, a józanság, a kiegyezés, a béke, a harmónia, a rend, a minta. Ami a minden. Amire minden felépül. Ezt megjeleníteni kiváltság, adomány. De ehhez be kell járni az utat, a stációkat. És a pároknak nevezett tanulnivalókat, hogy legyen közös, hogy legyen egy szint.